Nem leszünk unalomra ítélve a nyár első hónapjában, júniusban sokszínű programok közül válogathatnak a helyiek. Az ötös József Művelődési Házban június 6-án újabb történelmi tévhitről derül ki, hogy mi, vagy még inkább mennyi igaz belőle. Június 8-án ugyanitt Nyulász Péter könyv bemutatójára látogathatnak az érdeklődők, amely 10 órától kezdődik a nagyteremben. Még mindig Művelődési Ház, június 19-én Nádasdi Borbál a grófnő látogat el városunkba, és a egy egészen biztosan érdekfeszítő előadást hallhatunk majd tőle. Oktatási intézményeink már ballagási lázban égnek, az Ötvös József általános iskolában 16-án 5 órától búcsúznak a diákok, míg a Kossuth Lajos általános iskolában szintén ezen vagy a rákövetkező napon. Az Ötvösben 10-én még egy nagyszabású családi napot is rendeznek, a szokásoknak megfelelően gazdag, ötletes programokkal várják a szülőket és a diákokat reggel 9 órától. Folytatódik az 500 című előadás sorozat, amely a reformáció kerek 500 esztendejét ünnepli, ezúttal a népszerű kvízmester Vágó István lesz majd a rendezvény vendége. Az Elcsi Szociális Szolgálat múzeum látogatással egybekötött kirándulás szervez helyben június 19-én, a csoport az ötvös kápolnához is ellátogat majd. A napfény óvoda is ünnepel, ők éppen a 35. születésnapot, pontosabban az egyik tagintézményük, a Dózsaóvi, akik egy érdekes rajzkiállítással készülnek a jeles napra. Lesz még osztálytalálkozó is, mégpedig egy kerek 50 éves, jó egészséget kívánunk az egykori diákoknak. Aki pedig némi sportra vágyik, annak sem kell szomorkodnia, mert jön egy bejáratott, látványos és pörgős rendezés, a Honda Shadow motoros találkozó a Dunaparton 17-én, és még egy igaz nem itthon, hanem Agárdon indul a sporttábor Dalia Csaba tanárúra június 26-án. Még éppen belefért a havi program sorba a köztisztviselői nap június 30-án, melynek a helyszíne ez alkalommal először az Elcsi Csónakház lesz.